Te ebben a kísérletben az azonos töltések közötti taszítást és az ellentétes töltések közötti vonzást nézhetjük meg. Ha az üveg udakat sejemmel megdörzsöljük, akkor pozitív töltésűek lesznek. Ezt a végét dörzsöltem meg, és ezt az üvegrudat fölhelyezem ide. És nézzük meg először, hogy mit fog csinálni az üvegrud ezzel a sejemmel, amivel megdörzsöltem. Nem érintem hozzá a sejmet, csak közelítem hozzá, és jól látszik, hogy vonzák egymást, hiszen az egyiken pozitív, a másikon pedig ellentétes töltések, negatív töltések halmozódtak föl. Nyilván rajtam is olyan töltések halmozódtak föl, mint ezen a sejmen, tehát hogyha én is most közelítek hozzá, akkor az én kezem is vonza a föltöltött üvegrudat. Most egy másik üvegrudat dörzsölünk meg. Nyilván ez ugyanolyan módon fog föltöltődni, mint az előző üvegrud. Nézzük meg, hogy ezzel mi történik. Most nem vonzák egymást, hanem pont ellenkezőleg, ugye jól látszik, taszítják egymást. Tehát az azonos töltések taszítják egymást, az ellentétes töltések pedig vonzák egymást. Nézzük meg, hogy vajon az ebonitrút hogyan töltődik föl az üveghez képest, az üvegrúdhoz képest, hogyha szörmével megdörzsöljük. Ugye, ha vonzani fogják egymást, akkor ellentétes töltésűek lesznek, ha taszítani fogják egymást, akkor azonos töltésűek lesznek. Nézzük meg, mit csinálnak egymással. Vonzák egymást, tehát ha a megdörzsölt üvegrúd pozitív töltésű, akkor a megdörzsölt ebonitrúd negatív töltésű.